Kórházban készültek ezek a felvételek, ami a gyógyítás helye általában. Nem így gondolta azonban ezt az a férfi, akit még tavaly júniusban egy éjszaka szállítottak be a mentők Pécsen, hogy ellátást kaphasson. Itt a vizsgálóban egy időre egyedül hagyták a férfit, ekkor egy kártyaleolvasót vett magához, és azt a ruházatában elrejtette. A vizsgálatot követően nem hagyta el a kórházat, hanem a klinika egyik osztályára ment, és ott az egyik kórterembe bement, ahol az alvó sértett mellől annak telefonját, illetőleg vérnyomás mérőjét is elvette, magához vette. Ezt követően az osztály egyik gyógyszerszobájába ment, itt egy inzulin adagolót vett magához. Időközben azonban észlelték, hogy illetéktelen tartózkodik az osztályon, ezért a biztonsági őröket, majd a rendőröket is értesítették. Akik a helyszínen elfogták a férfit és megtalálták nála az ellopott értékeket. Mivel alvósértett mellől vitte el az egyik tárgyat, ezért súlyosabb ellene a vád. Kifosztásért is kell majd felelnie, amiért 1-5 év szabadságvesztést is kaphat. A hajléktalan 45 éves férfinek nem ez az első ügye. Már többször volt dolga a hasonló bűncselekmények miatt a hatósággal. Az ügyészség indítványa szerint letöltendő börtönbüntetés kiszabását kezdeményezte a vádhatóság az elkövetővel szemben.